játszás. Ugye most a Leopard 1-est csiszolgatom, és ennek egy csatáját hoztam ismét. A tankot nem mutatnám be, arról már kismillió anyagot csináltam. Pusztán a játék stílusra próbálok, hogy ez egy support tank, tehát be kell menni előre, mint azt jeleztem, vakatank, tehát sokkal nehezebb dolga van az embernek, mint például a 9-es Leopard PTA-val, mert az ugye assist-tól rendesen, és ugye az sokat, tehát ami a Gamarkhoz kell, az a kill, tehát ami nagyon sokat nyom rajta, a kill meg az assist, és hát ugye a Leopard egyessel ezt nem lehet kivitelezni. Nos, egyelőre behúzottunk ide fedezékbe, van egy arti, erős tízes csata. Próbálgatom keresni azt a pozíciót, hát ha tudok asszisztolni, de mint mondtam, ez Stevie Wonder tankja. Úgyhogy lehet, hogy el is becézzük Stevie Wondernek. Ugye bepróbáljuk jönni hátulról az F-ét meg segíteni. Mert takarásban van és közben fel is húztak, úgyhogy jobb lesz visszafele iparkodni. Ugye felderítéssel nincs gond, már hármat felderítettem. Itt lőttek egy asszisztot, tehát valamit lőttek, de volt olyan érdekes csatám is, ahol kaptam folyamatosan, de azt mondjuk be is mutattam. Na mindegy. Tehát keresem továbbra is a pozíciót, jó gándepünk van, hát a tornyunkra nem kell támaszkodni, de ettől függetlenül ahhoz, hogy lőni tudjunk, ki kell nézni, akkor látom, hogy az F-re ráugrott a lágy, hát mondom, bemegyek és megpróbálok segíteni, a másik F, a miénk az ráesett, és hátulról sikerült 10 HP-ról kiszednem, úgyhogy meg van az első fregem. Tehát ezzel frontvonalba nem szabad menni, tehát aki Leopard 1-essel játszik, az szokja meg, hogy ezzel a tankkal nem mehet csak kíséretben. Vagy messziről. T-54-et megláttam, de olyan kövek meg oszlopok között van, ahol éppen-éppen mindig egy kicsit arrébb kell menni, hogy talán-talán rálássak, plusz még azért ő is mozog takarásba. Mint láthatjátok, felfelé is nagyon jó az ágyú. Elég magasra lehet emelni és lőni. Megjelent egy másik Leopard 1-es. Ugye a konkurencia. És mint mondtam, hogy hát mivel nem lát és nem asszisztol, így egyedül csak sebzéssel tud valaki gammárkozni, az pedig elég combos minden csatában. Nagyon jó sebzéseket menni, úgyhogy nem merném kijelenteni, hogy valaha rákerül 3 gammárk, mert ez volna a legizzasztóbb 3 gammárk, amit kihúztam. Na mindegy, T-54-be sikerült megint belehúznom, de lecsúszott, így úgy voltam vele, hát én vagyok a Jani, és szépen ráugrok, és akkor majd de jó lesz, hogy ugye kiszedem, mondjuk egy lövésben nem tudom kiszedni, ebből tisztában voltam, viszont a háttérben van egy Centurion 7x1, és ugye kétszer is kaptam tracket, így visszahoztam, plusz az ágyút is ellőtték, úgyhogy két javítót buktam ezzel a kísérlettel. Nagyon modulérzékeny, úgyhogy nagyon figyelni kell. Ugye az FV még lefoglalja, én tudok sebezni. Hát pontosan, hogy ezzel a tankkal ezt tudod csak csinálni, hogy kíséretben mész, máskülönben téged pillanatok alatt, hát láthattátok, track, ágyú, nagyon sűrűn elővik a tornyot, és onnantól kezdve használhatatlan, de ugye két javítónál többet nem tudtok beletenni. Nagyon nehéz vele játszani, és nézzétek az ágyút, hogy felmegy. És már is 384. Az IS-4 tornya alsó részébe. Tehát a tank, ha van kíséret, tökéletesen lehet vele alkalmazkodni minden terepen.
Az ágyú pontosság az megint egy olyan, hogy hát várni kell a szűkülésre, és hihetetlen, mert olyan pontosnak írják, és mégis. Ugye 10-110-re adtam egy kopáslövést, de hát mivel egy helyt állt szinte, így nem volt nehéz dolgom. Object 277, pont egy picit kihúzta, és el tudtam lenni a hátulját, de oda voltam szűkülve. Itt is szűkülök, és 104 HP-ben nem maradt. 100 LT-be. Ugye próbálom kilőni, de inkább elmenekült, vagy feláldozta magát. Itt megint csak ott sziklánál. Pont hátrált a 140. És el sikerült lőnöm. Megvan a negyedik flagem. 11-be vitt találat. Hopp, szuper konki. Lényegtelen, pont előttem magam. Egyből kaptam tracket. Ugye akkor a trackünk van elő, hogy simán lehet lőni. De nem számít, próbálunk sebezni, mellé lőttem. Viszont a kísérletet kiszedték, de megérkezett a következő. Úgyhogy továbbra is megyek és próbálok csipegetni Matadort. Kisikerült szennem, meg van az ötödik frag. 13 bevitt találat. Tehát egy iszonyat papír. Viszont nagyon jó mozgású és nagyon jó használható csőlehajlás. Jellemzi a Leopard 1-et, viszont mondom, hogy majdnem minden egyes lövésnél elszenved valamit. Úgyhogy ezt még nekem is szokni, hogy még és még óvatosabban. Itt már ugye hajtott a hatodik kill. Legyen már topgánom. Próbáltam trackre, nem sikerült. Na mondom, bejött mellé. És megvan a hatodik flagem, 14-be vitt találat. Nos, hát láthattátok, hogy milyen rövid idő alatt azért elég sok lövést ki tudott osztani, de ezt csak úgy tudta megcsinálni, hogy folyamatosan van mellette valaki. Tehát, ha Leopard 1-essel mentek, ezt mindenféleképpen tartsátok szem előtt, hogy csordába menjetek, vagy ha olyan a pálya, akkor viszont messziről szűkülve lehet csipegetni, bár a látótávja szerintem veszett gyenge lehet. Itt az asszisztokra értem. Visszamegyünk a garázsba. ...5343 pluszba jöttem ki, 9438 XP. Volt 6 fregem, 4758 sebzés, és csak 420 assist, pedig lőttem tracket, meg hát bent voltam elől, és csak 420, tehát valami egy lövés, ennyi, ennyit látott az egész csata alatt. Tehát erről beszélek, hogy erre gammárkozni csak úgy lehet, ha folyamatosan viszed azt a 4-5-6 ezer sebzéseket. Az se baj, ha killekkel támogatod. Mondjuk, mint láttátok a Leo csomagot, killekkel nincs probléma, mert azért így elcsipeget magának, lop. De a sebzést azt oda kell tenni rendesen, de viszont annyira nem sietszhetsz előre, mert akkor szétszednek, annyira nem maradhatsz hátul, mert akkor lemaradsz mindenről. Tehát ez a tank, ez messze nem Leo PTA, és ez a tank, ez vagy elcsíped, és jól tudod használni, vagy nem. Tehát itt nincs az, hogy hát ez majd így elmegy, meg néha így, meg néha nem. Ez vagy ráérzel, vagy nem érzel rá, és kész. Ha ráérzel, és sikerül azt a hullámot mindig tartani, akkor az nagyon jó. Szeretető gép lenne, de mondom, nagyon sok kritikát meg mindent kap, de én nem adom fel, mondom, ez lesz talán karrierem legnehezebb kihívása, az a Leopard. Nos, ugye volt zúzó, továbbra is csak első osztályt ad. Megvan az első gammárk, amit sebzésekkel értem el. Ami azt jelenti, hogy ugye 65%-nál jobban
használod, vagy hatékonyabban használod a gépet, úgyhogy én már úgymond büszke vagyok, ugye meg van a Top Gun. Ugye volt három asszisztból jött, vagy spot sebzésből jött össze a 4-20. Ugye volt három felderítés, ami vicc. És ennyi, 6 kill. Egy csapatmunka. Hát az Arti az rendesen oda tette magát, 6127 sebzés. Le a kalappa. A mi Leopard 1-esünk 771, erről beszéltem, hogy ez a tank, ez olyan, hogy nincs köztes. Vagy jól tudod használni, vagy nem. Én a szerencsésebbekhez tartozok. Ezt ugye az első Gab Mark is alátámaszt, és mondom, brutális, mert folyamatosan ilyeneket kell sebezni ahhoz, hogy egyáltalán feljebb tornáz, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek. Ugye ez eneminél is volt egy Leopetia 1600, tehát a HP-ja 1950, tehát azt nem tudta kisebezni. Erről beszélek, hogy nagyon óvatosan kell vele, és el kell csípni azt a hullámot, amit kíván ez a tank. Nagyon nehéz vele játszani, úgyhogy csak óvatosan. Akinek megvan, próbáljatok minél jobban csordához verődni, és onnan szupportálni. Vagy távolról, de hozok még jó néhány leós csatát, biztos vagyok benne, mert mondom, vagy ő tör be engem, vagy én őt, tehát itt sincs köztes lehetőség, tehát vagy én fogok belefáradni, vagy magamévá teszem, és összecsiszolódunk. Csak hát nehéz, mert mondom, két javító nem elég. Az Isten javítója nem volna elég hozzá. De mindegy, ettől függetlenül el vagyunk, mint láthatjátok, csak nehéz. Úgyhogy aki ezt az ágat választ, a Leopetiát, azt szerintem tudja, hogy megtartja, mert az iszonyat jó. Viszont ez a csúcsra buffolt Stevie Wonder, ez fel fogja adni a leckét, ez teljesen más játékstílus is majdnem, mert először még azt mondtam, hogy hasonló, mint amaz, de nem, mert sajnos ezzel még óvatosabban kell, mert ez nem is pattint. A másik dolog, hogy ugye hát pillanatok alatt modul érzékeny. Leopetiának néha voltak olyan húzása, hogy egy-két csatára folyamatosan lényegtelen hány javítód volt, kapott lőszerekhez, de ennyi. Ehhez képest a Leo 1-es torony, ágyú, minden. De a torony az nagyon sűrűn ellövik, és onnantól kezdve nem tudsz mit csinálni. Nos, Jerikó voltam. Hamarosan találkozunk valamilyen formában. Sziasztok!